Sziasztok! Én Bancsa Bogárka vagyok, és két szakon végeztem a Nádudvari iskolában, szőnyegszövő és vászonszövő szakom. Amióta kikerültem az iskola műhelyéből, azóta a saját stílusomat próbálgatom, hogy szimbólumokat, formákat hogyan tudok átörökíteni a mai kor igényeinek megfelelően. Nem csak az alkotással foglalkozom, hanem tanítványokat is fogadok. Idén például több lányt is felkészítettem a Moméra. Egy évvel ezelőtt, 2019-ben népművészet ifjúmestere díjjal tüntettek ki. De hogy a legnagyobb szakmai sikeremnek azt tartom, hogy kaptam egy olyan szemléletmódot, meg egy megfigyelő képességet, hogy a műhelyen kívül is tudok önálló kutató munkát végezni azokkal, akikkel a legjobb barátságot kötöttük az iskolás éveink alatt. Több kiállításon is részt vettünk, és hogy igyekszünk így megmaradni alkotótársnak egymásnak. Iskolában ami a legmeghatározóbb volt nekem, az a közösség, és az, hogy az alkotásnak milyen közösségkovácsoló ereje van, hogy hatunk egymásra, meg inspiráljuk egymást. Én 6 évig tanultam a két szakmámat. Először vászonszövést tanultam, aztán később elmentünk Isztambulba az iskolába, és ahogy megláttam azokat a kereti szőnyegeket, annyira beleszerettem, hogy úgy gondoltam, hogy én a szőnyegszövő szakot is el fogom végezni. Azt szeretem a legjobban a szövésben, hogy az egész folyamat az enyém igazából, a gondolattól a kész termékig. Az embernek kipattam valami a fejéből, ami egyszer még egy gondolat, és a következő nap meg már kész, itt van, és már meg is valósult. Amit elképzelek, azt úgy érzem, hogy ezt meg tudom valósítani.